Sziasztok! Közkívánatra magyarul is elkészítem ezt a videót. Egy picit el fog térni az angol verziótól, egész egyszerűen azért, mert talán egy picit több dologról is szót fogok benne ejteni. Magyarországon ez a gép nem volt annyira elterjedt. Ugye mi lehetett vele a probléma? Az, hogy ez 1990-ben jelent meg, és akkor még, ha jól emlékszem, létezett a kokomlista, és a legelején nem lehetett behozni. Később években pedig az ára korlátozta az elterjedését. Ez a masina így, ahogy van, csak a gép billentyűzettel meg az egérrel, 8000 dollárba került akkori árfolyamon. Ez akkor egy igencsak jó autónak felelt meg. Monitorral szerintem egy kisebb lakást is lehetett volna érte talán kapni. A gép nem működik, két problémája van. Az egyik, hogy nem tudom bekapcsolni a monitort, pontosabban bekapcsolni be tudom, csak az nem marad úgy. Tehát ha így tartom, akkor bekapcsolva marad, ha elengedem, akkor visszaugrik a gomb. Sajnos ez szét kéne szedni az egész monitort, és nem is tudom, hogy honnan tudnék ilyen kapcsolót szerezni. A másik probléma pedig a merevlemezzel lehet, vagy az oprendszerrel nem bútol be a jószág. Mindjárt lepakolom a monitort a házról, és akkor kinyitom, hogy lássátok, mi van benne. Kinyitottam a gépet, elég jó pofa. Igazándiból egy 68-as Motorola processzor hajtja, tehát a 68-as szériában egy 40-es. Ez egy nagyjából ilyen 486-os szintet jelent. Ha jól tudom, akkor ebben 12 MB RAM volt az alap. Természetesen SCSI Drive-val van ellátva. Van benne egy DSP. Itt van a videomemória. Ez a színes kivitel, tehát ez 1,5 MB videomemóriával rendelkezik. És ugye ezt úgy reklámozták, hogy itt van mellette a monitor. Ez a megapixel monitor. Hogy ez már 1 MP-es volt legalább. Pontos felbontás, most fejből nem tudom megmondani, engedjétek meg, hogy egy kicsikét csaljak, és majd kiírom ide a videó alá, hogy mekkora is volt a felbontás. Hát még érdemes megemlíteni, hogy erre az elemre érdemes figyelni, ugye ez esetemben nem folyik. Az elemet megmértem, az teljesen jó állapotban van, tartja a feszültséget. Ugye a következő lépés az lenne, hogy bekapcsolom és megnézem, mi a baj a merevlemeznek, de amúgy rendben van a gép. A merevlemez hibára azt sütöttem ki, hogy bevetek megint itt is egy bluescase-it, remélem, hogy kompatibilis lesz vele. Ugye annyi a teendőm, hogy így emulátorban elő tudom készíteni a hard drive image-et, csak föl kell másolni az SD kártyára. A következő lépés az az, hogy be kell izzítanom az emulátort, elő kell készítenem az image-et, már ha nem találok a neten, mert ha találok, akkor még egyszerűbb, mert csak fölmásolom rá és bebútolom. Szóval az emulátor. Ahogy láthatjátok, most már fut az emulátor, és be is loginoltam. Emellett persze már föl is telepítettem pár programot. Amit érdemesnek tartok megmutatni, az az, hogy milyen beállítások vannak, legalább az alapbeállításokat, illetve hogy hogyan lehet átvinni programokat. A legegyszerűbb az az, hogyha beállítjuk a hálózati megosztást, mert ebben az esetben a gépünkről át lehet vinni az állományokat. Hogy látjátok, nekem itt vannak a különböző állományok. De most ami nekünk kelleni fog, ahhoz újra kell indítani a previews-t. Ez szerintem egy elég kocka humor, ugyanis ha a rendszert next-nek hívják, akkor previews-nek, tehát a következőnek az emulációját előzőnek elnevezni. Hát ez egy kicsikét azért vicces. De még mielőtt újraindítanám, azért megmutatnám, hogy ez egy vérbeli Unix rendszer. Kaptam egy shellt, ahol meg lehet nézni, hogy ki is vagyok. Mondjuk nézzük meg, hogy mik vannak beállítva. Igen, be van állítva, hogy melyik direktoriban vagyok, be van állítva az, hogy mi a shellem, VT100-as terminálom van, van nagyon szép user managementem, már ha elindul, már csak ki kell várni, hogy elinduljon, és akkor azt mondja, hogy user, open. És itt van a mi user, ami ugye a default lenne. A rootnak és a mi-nek sincs beállítva alapból jelszó. Tehát ugye az emulátorhoz az image-et, azt a WinWare PC-ről töltöttem le. A csomagban benne vannak a ROM fájlok, megtalálható benne egy 2 GB-os merevlemez image, illetve mellé csomagolták még a Windows-os emulátort is. Én ugye Mac-en futtatom most ebben a pillanatban, de Linux-ra, Mac-re és Windows-ra ugyanúgy elérhető, tehát ez nem okozhat gondot senkinek. Jó, tehát most újraindítom a gépet, és akkor megmutatom, hogy milyen beállításai vannak. Alapból, amikor elindítjuk az emulátort, már ha feltéve, hogyha be van kapcsolva Show at Startup, akkor bejön a config menü,
Én ezt szeretem így hagyni, egész egyszerűen azért, mert ha valamit elkonfigurálnék, akkor könnyű visszaállítani. Mi az, amit érdemes piszkálni, és miért? Egyszer be lehet állítani, hogy milyen rendszert szeretnénk emulálni. Hát nekem ez elég egyértelmű, NextStation Color. Esetleg a turbót használhatnám, annak ugye az lenne az előnye, hogy akkor 33 MHz-re állná az órajel. Meg esetleg, ha jól tudom, akkor kicsit több memóriát is ad ilyenkor a rendszer. Igen, jól tudom, ilyenkor 128 MB-ra megy föl. Egy picit gyorsabb lenne, de azért, hogy most másolgassak programokat, igazániból annyira nem számított. Jó, visszamegyek a main menühöz. Van a boot opció, ugye én a merev lemezről szeretnék bootolni, és ehhez ugye föl is kell szépen mountolni a SCSI disk alatt. Itt a nulláshoz van beállítva az image. Azért a nulláshoz, mert a next vasak innen szeretnek bootolni. Jó. Ami még kell, hát egér billentyűzet, ezt mindenki magának állítja be, hogy a hangot is. Én ennél csak annyit csináltam, hogy engedélyeztem. Ami érdekesebb, az az, hogy be kell állítani az EEPROM-ot. Ugye háromfajta EEPROM van, nekünk ez a középső fog kelleni, mármint az én beállításaimhoz ez a középső fog kelleni, ha turbót szeretném használni, akkor pedig az alsó. A legfősőt, az pedig a lassú rendszerekhez használja. Ezt nem ajánlom, mert a 68030-as emulációnban annyival lassabb az emulált gép, hogy kicsomagolása a fájloknak, meg minden egyéb művelet sokkal tovább tart, tehát érdemes az emulátort legalább 6840-es processzorra állítani. Jó, és az utolsó lépés, ahogy említettem, network, itt pedig meg lehet beletállítani, hogy melyik könyvtárat látja NFS-en keresztül az emulált gép. Hát ugye nekem ez most a downloads, mert ha a böngészőben letöltök egy valamilyen programot, amit föl szeretnék telepíteni, akkor azt rögtön látja az emulátoron belül a kis Unixom, és tudom telepíteni. Most már csak az a lépés hiányzik, hogy az elkészült image-et azt fölmásoljam az SD kártyára, berakjam a gépbe, és elindítsam. Az image-et, amit ugye a neten találtam, és kipróbáltam az emulátorban, felmásoltam az SD kártyára, összeraktam az egész gépet, de mert még bekapcsolni egy picikét mesélnék a gép történetéről, mármint, hogy két dolgot tartok érdemesnek megemlíteni, az egyik, hogy hát elég koszosan került hozzám a gép, nem tudom mennyi időt szálltam rá, de legalább egy órát pucoltam már a billentyűzetet, és még mindig koszos. Nem tudom, hol használták, de ez egy ritka retkes gép. A másik pedig az, hogy ha szeretnétek kipróbálni, akkor ezt majd megtehetitek, mert ez is ott lesz a BRSK-m. Tehát bekapcsolom, és akkor nézzük meg, hogy hogyan működik. Az oprendszerbe is kapcsolom. Nagyon jól láthatjátok, hogy hát az egérnek találtam egy tökéletes egérpadot. Ez gyakorlatilag a dokumentációja. User reference meg minden. Közben bootol a gép. Ez el fog tartani egy ideig. Amíg bootol, addig mesélek, hogy mit töltöttem föl a kártyára. Nem csak az alapoprendszert és a hozzátartozó pár demo programot, hanem még plusz két programot töltöttem föl, meglepetésként. Az egyik egy emulátor, amivel DOS-os programokat, tehát egy komplet PC-t lehet emulálni. A másik pedig a Doom. Hogy miért a Doom-ot, arról is mindjárt beszélek, közben a next step-em az betölt. Ez egy nagyon szép Unix rendszer, mert szépen be is lépek. Valamilyen usernév passwordot be kell tájítani, ugye a mi az a default user. Most szépen betölt. És ha nem állítunk be passwordot, akkor alapból ezzel tölt be, viszont akkor egy kicsikét nehezebb root userként belépni, viszont az emulátor telepítéséhez szükségem volt a root userre. És hogy milyen emulátorról beszélek, azt is megmutatom. Tehát ez maga a gép, és ide föltöltöttem két lokál applikációt. Ez egyik a Soft PC, a másik pedig a Doom. A Doom-ot indítom el elsőnek. Ugye a Doom azért érdekes, mert ezen készültek a pályák. Erre volt meg a pályaeditor, tehát amivel a WAD fájlokat összeállították. Erről van is valahol kép, vagy legalábbis láttam valahol képet, megkeresem és be fogom rakni a videóba. De a lényeg az, hogy ez szépen fut ezen a gépen. Jó, nem tökéletes, tehát hogy csodát azért nem lehet várni. 200%-ban, hát nem mondom mennyi lehet egy olyan 10 FPS körül, 9 irányézésre. Régen ezzel bőven játszottunk, ma már azért ez így egy kicsikét kevés lenne, de mégis fut. Mellette el tudom indítani a másik programot, az ott szépen fut a háttérben,
miközben elindul egy PC-emulátor. Na, ez az, amit nem tudott a DOS. Ugye maga a DOS az egy single user, single program cucc volt, tehát jó tudom, ha a Windows-t elindította rajta az ember, akkor a Windows 3.1-je már lehetett azért egész jól multitaskot megvalósítani, tehát hogy több program fusson együtt, vágólappa meg mindennel, mert ezt sokkal gyengébben megvalósítani, meg sokkal később érték el, mint ugye ezek a csodálatos Unix dobozok. Hú, megütögetem, nagyon jól hallatszik a zárnyakolásnak a hangja benne, hogy berezonál. Ezt inkább nem csinálom. És látjátok, hogy itt is most nagyon szépen egymás mellett fut a Doom, és mellette fut a Soft PC Windows emulátoros csoda egyben. Amit most csinálni fogok, az az, hogy bezárom a Doom-ot, és egyszerűen csak azért, hogy élvezhető sebességgel fusson az emulátor, és elindítok pár programot. Mit is lehet elindítani? Például egy Norton Commandert. Na, nem forgató a telefont. Elnézést, hogy ilyen a minőség, de ugye ennek egy olyan csatlakozója van, amit nem tudtam megoldani, hogy kikössem a digitalizáló kártyára, ezért most ezt csak így kézzel rögzítem. Amúgy a monitornak a képével nem vagyok maradéktalanul elégedett, egy picikét homályos, és néha mintha nem lenne tökéletes, de hát mennyi idős is ez a gép most? 33 éves? Nem semmi. Jó, tehát van fönt pár benchmark, meg game, meg játék is, tehát vannak games, DOS, és van fönt persze Windows is, majd azt is elindítom, de kezdjük egy pár benchmarkkal. Szépjük benchmarkok, hát a szokásos landmark, mondjuk egy landmark 6-os. Nagyjából egy gyengébb 286-os sebességét éri el, és ha jól tudom, akkor 286-os processzort is emulál. Hát most ez érdekesen ugrál 15 és 54 MHz között, tehát ez a program, ez nem tudja mérni. Tehát valami olyat kell keresnem, ami hosszabb ideig teszteli. Mondjuk ki lehet próbálni Check-it-tel. Igen, az jónak hangzik. Ahogy látható, 286-os, tehát van benne matematikai koprocesszor, tehát FPU, azt is emulálja. És a teljes rendszert nézzük, ez ugye elfut egy ideig. Ez a sebesség, ez a 233 MHz, ez vicces. De ezek a számok már úgy nagyjából rendben vannak. Ezek ilyen, most átállítom 286-osra, 16 MHz-es 286-osnak kb. A kétharmadát jelenti, tehát olyan, hát nem akarok hazudni, de olyan egyébként érzésre kevesebb, de van 10 MHz-es 286-osnak felelhet meg. Érzésre inkább egy 8 MHz-es 286-osnak mondanám, mert az IBM PS1-esen azért gyorsabbnak érződik. Ha innen kilépek, meg pedig kilépek, akkor még megnézhetünk még egy programot, a 3D Bench. Ezt meg fogom vágni elég erősen, mert sokáig fog futni már így ránézésre és érzésre is. De egész tisztességesen fut, tehát olyan értelemben tisztességesen, hogy az emuláció korrekt, nem látok rajta képi hibákat. Persze mindenféle hákulásokat, amiket a játékírók elkövettek, azt szerintem nem tudja lekövetni, de egyébként teljesen jól megy. Na, végre lefutott. 5,1. Az nem is olyan rossz. Igazából nem érzem ilyen gyorsnak. Amit még meg akartam tenni, az az, hogy megmutatom nektek, hogy mit lehet beállítani. Tehát vannak beállítások. Be lehet állítani, hogy milyen display-t emuláljon, ugye most az VGA-ra van kapcsolva, 1:1-es megjelenítésre, memória 4 MB. A 4 MB ennek sok, ennek a 286-osnak igazából le lehetne venni 2 vagy 1 MB-ra is. És ezt leveszem, akkor megpróbálom majd újraindítani. Tehát ezt most nem teszem meg. De ettől még egy jó használható szoftver. És ha már ezt megnéztük, akkor még egy dolgot nézzünk meg, ami érdekes.
Ez pedig, hogy hogyan futtatja a Windows-t. A Windows-nál azonban trükkösek voltak a fejlesztők, ugyanis írtak egy drivert hozzá, és így szerintem gyakorlatilag egy-egybe tudja megjeleníteni a képernyőre, tehát nem kell különböző konverziókkal meg emulációkkal bohóckodni. Ez sokat gyorsít a működésén egyrészt, másrészt pedig átméretezhetővé teszi. Tehát most látjátok, hogy 744x523-as felbontásban fog elindulni a Windows. Már ha egyszer elindul, mert azért ez nem egy kapulébeteg. Az egészben a legjobb, hogy lehet benne játszani. Aknakeresőt! Na, indulj el. Miért nem indul el? Erre ott van az egér. Jó, most eltaláltam. Nem jött össze. Mindegy is. Most nem Windows-t akartam megmutatni nektek, hanem inkább a Next-et. És ezt be is zárom. És elindítok egy-két natív programot. És ezeket is párhuzamosan fogom elindítani. Pont azért, hogy láthassátok, hogy mire volt képes ez a gép. Tehát elindítok egy Thunderbolt halmaz számítást. És mellette mondjuk kezdjünk el sakkozni. Persze a kettő, ha együtt fut, akkor lassul a gép, de így is egész tisztességesen futtatja. Ja, és ez a két program azért is jó, mert nagyon szépen látszik rajta, hogy milyen grafikára volt képes. Tehát ugye ez 12 bites színmérség, tehát 4096 szín, ezért volt másfél megabyte videóra memória benne, és egy elég nagy felbontás, ha nem is 1024x768, de talán még annál is egy picikét nagyobb. Na jó, ezt majd megnézem, és ki fogom nektek ide írni, hogy mennyi. Ezt már másodjára sem tudom. És akkor nyissunk, mondjuk ezt tudjuk előre. Így. És akkor most a gép lép. Közben a háttérben ugye számolódik a Mandelbrot halmaz. Innen kilépek, akkor itt a Mandelbrot. Innen is kilépek, és ha kilépnék még egyszer, akkor ugye megint be kéne lépne. De most kikapcsolom ezt a gépet, és ezzel zárom ezt a videót. Remélem élveztétek, ha szeretnétek megnézni a gépet közelebbről is, akkor gyertek el a BRSK-ra június utolsó hétvégéjén Fülére. Sziasztok!